Kossuth téren az országzászló felvonásában közreműködtek a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjai és a Nagykun Honvéd Banda részfúvós együttese. A megemlékezés a református nagytemplomban ünnepi istentisztelettel folytatódott. Igét hirdetett nagy tiszteletű Konstibor Esperes. Időről-időre megjelenek a pillanatok, és a kotta mindig ugyanaz. Ugyanaz alapján játszák az elét. Igaz, hogy a pillanatok érdeknek. Húzd össze magad. Mi megmondjuk, hogy hogy lásd a világot, nehogy másképp gondolkozz. Majd mi? Megmondjuk a helyet a világban. Mert ez a birodalom lényege. Ez a birodalom természete. És éppen ezért újra és újra muszáj leporolni ezt az igazságot, hogy Isten jobban gondol felőlünk, jobban tervez nekünk. Szebb jövendőt álmodott meg nekünk. 1956-ban és utána 89-ben erre eszmélt rá a magyarság. Mert jött egy birodalom, ez a kommunista birodalom volt, amely rosszabb gondolt rólunk és nekünk. Hát csak hadd idézem, mit gondolt a nagy vezér a magyarokról. A magyar kérdés, idézett számít, maga a kérdés, és ő volt a fő. Ő tervezte meg a világot, ő gondolta ki nekünk a jövőt. Magyar kérdés, egyenlő magyar kérdés. És megtervezték nekünk a szép új világot, nyugaton egy szép, tehát akkor éjszakra, délre vagy keletre lehetett volna menni? Nem. Szépen egy kis ketrecbe, egy kis kalickába betették a magyarokat, és azt mondták, hogy itt maradtok. Ez a terv. Azt csináljátok, amit mi onnan messziről kitaláltunk nektek. És majd mi megmondjuk, kivel álltok szóba. Majd mi megmondjuk, hogy kivel beszélgethettek. Ezért például nem volt telefon sokáig. Hogy nehogy tudjunk beszélgetni egymással. Nem ilyen érdekes? Zavarták a különböző adásokat mindenhonnan, hogy nehogy halljunk valamit, nehogy beszélgessünk valami új dologról. Ugye testvérek, emlékeznek rá. És még azt is meg akarták határozni, hogy mire gondoljuk. Hogy miről gondolkozhatunk, miben hihetünk, mert ilyen a birodalom. A birodalomnak, a kommunista birodalomnak ez volt a természete. Márai Sándor csodálatosan fogalmazta meg. Olyan a világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges. És akinek jelleme van. A szépség impulzus lesz, a tehetség provokáció, a jellem merénylet. Pont így volt. Pont így volt. Ez a világ jött. Ez volt Magyarországon. Mindenki ellenség volt, aki másképp gondolkodott. Ergo, ha ellenség, ki lehet írtani? Mindenét el lehet venni, el lehet lehetetleníteni. Nem tanulhat tovább a gyereket. Mert a birodalomhoz képest másképp gondolkodni. De Isten jobban gondolt a magyarokat. Ő sokkal jobban álmodott meg nekünk. Sokkal jobban teremtett bennünket. Nem erre a hatfolda létre, nem erre a kifacsart, bennünket teljes mértékben figyelmet kívül hagyó eszmerendszer az, amiben akarta, hogy éljünk.
életük, és olyan erővel emelte fel a fejét 1956. októberében, olyan elementális erővel mondta azt, hogy nincs tovább, hogy csak is hazaárulással és elementális katonai erővel lehetett ezt levenni.